Áldott szép húsvétot kívánok mindenkinek! Innen a nagymarosi otthonomból, a kényszerű bezártságból. Érdekes ez az idei ünnepünk. Egymás között csodálkozva emlegetjük, hogy ez megtörténhetett velünk, hogy templomon kívül ünnepeljük húsvétot. De közben egymás szavába vágva, amikor telefonon beszélgetünk egymással, ugyanarra gondolunk, és ugyanazt az élményünket osztjuk meg egymással, hogy egészen más szemmel, más füllel, más szemlélettel éljük meg ezt az ünnepet, mint eddig. Úgy mosolyogva szoktam emlegetni, hogy eddig az előző húsvétok alkalmából bárkivel találkoztam, bárkivel beszéltem, előbb-utóbb erről volt szó, hogy mit fog főzni otthon a felesége, mi lesz az ünnepi asztalon, mikor esszük a sonkát, a piros tojást készítjük-e, a locsolás hogy lesz. És most mindez szóba se kerül, ami a számomra azt jelzi, hogy ez a halálosan komoly járvány, ez a világjárvány ráébreszt bennünket a keresztény ünnepünk lényegére. Jézus feltámadását ünnepeljük. Nagypénteken próbáljuk fölfogni, hogy mit jelent az, amit a keresztény világ 2000 év óta hittel vall, hogy Jézus Krisztus személyében a mi szerető Istenünk meghal értünk. Föláldozza magát értünk, meghal értünk, a halálban osztozik. Éppen azért, hogy mindnyájunk számára legyőzze a haláltól való félelmet. Próbáljuk lassan-lassan fölfogni ennyire konkrét módon, amikor halljuk, hogy hányan halnak meg ebben a járványban, hányan betegednek meg, hányan vagyunk kiszolgáltatva a fertőzésnek, hogy az Úristen nem csupán ezt a néhány évtizedet adta nekünk ebben a földi létben, hanem egy halál utáni életre, egy örök létre hív meg bennünket. Ennek a komolysága érinti meg most a lelkünket, a gondolkodásunkat, és ezt próbáljuk átvinni a mindennapi életünkbe. Ha van élet a halál után, akkor mindennek van értelme. Hogy minek is van értelme? Ezt is ezekben a napokban sokkal jobban megértjük. Annak van értelme, amit egymásért teszünk. Igen, átértékeljük az életünket. Megszoktuk, hogy tervezzük a nyári nyaralásunkat, kirándulásokat, azt a sok-sok célt magunk elé tűzzük, amiért dolgozunk és küszködünk, és ami most mind egy pillanat alatt értelmét veszítette. Hát nem azért élünk, hogy járjuk a világot, hogy a nyugdíjas éveinket valahogy eltöltsük kényelemben, luxus körülmények között, aki ezt megteheti, hanem Jézus tanítását most együtt összefüggésében kezdjük érteni, éppen az ő föltámadásának az üzenete fényében, hogy az az értelmünk, értelme az életünknek, hogy mit tudunk egymásért tenni. Igen, hívok most is mindenkit, karolj föl valakit, egy családot, egy bajba jutott embert, aki most elvesztette az állását, aki most aggódik a családjáért, aki beteg, aki egyedül van, vagy a hátrányos helyzetű, nagyon nyomorúságos körülmények között élő cigány emberekre gondolok. Igen, karoljunk föl egy családot, csak mindig elakadunk, hogy hogyan is tegyük. Az ismeretségi körünkben éppen most nem tudunk senkit. És olyan jó lenne, ha találékonyak lennénk, és egymást figyelmeztetnénk, egymásnak továbbadnánk a hírt, akiről megtudjuk, hogy most ő tényleg bajban van. És nem csupán az anyagi segítségre gondolok, hanem éppen a személyes kapcsolatra. Hogy igen, fogadjunk örökbe lélekben valakit,
átfogoljunk, segítsük az ő élethelyzetét, hallgassuk meg, akár telefonon is, vagy a mai lehetőségeink közül már válogathatunk, hogy Facebookon, vagy bármilyen más eszközön keresztül érdeklődjünk a sorsa iránt, és együtt keressük a megoldást. A gyerekek továbbtanulásának az ügyét, a munkahelykeresésnek az ügyét, egészségügyi problémáinak a megoldását, hogy soha senki ne érezze magát egyedül. Igen, hiszünk a feltámadásban, felnőtt hittel, és most ez a járvány segít abban, hogy ezt végre komolyan vegyük. Hogy ez átjárja az életünket, megjobbuljon az életünk. Szívből kívánok mindenkinek áldott ünnepet, ilyen belső, komoly, lelki felszabadulást, lelki békét, és egy kicsit békésebb, jobb világot.